Bemegyek a templomba, én nem tudok úgy leülni, hogy térdre ne boruljak, és hálát adjak a újabb hété, hogy újra itt lehetek Isten házába. És megérhettem, és én nagyon sokat tulajdonítok ennek, és a sok imának. Imádkozál és böjtöljél. Ez nálam természetes. A második vatikáni zsinat eltörölte a minden heti, minden pénteki böjtöt, csak a nagy böjt kötelező, meg a két nagy böjtünk, a hamvazó szerda és a nagy péntek. Ez kötelező minden 14 és 70 év közötti hívőnek, de attól függetlenül mi böjtöltünk az egész család. Nagy böjtbe szerdán és pénteken, egyébként az év többi szakában csak péntekenként. Egyik évben végigcsináltam a 40 napos böjtöt, hogy hamvazó szerdától nem ettem húsvét vasárnapjáig. Utána jött egy nagy betegségem, és fölépültem, hála Istennek, de a műtét alatt is a böjtöt mindig tartottam. Mindig volt miért hálát adni, volt mit kérni, nem áldozatként értük meg, hogy mi most áldozatot hozunk, hanem csak ez adott erőt, hogy csak a jó Istenbe kapaszkodva és bízva, az imáimba foglalva mégis a jó Istennek áldozom azt a böjtöt. Az édesanyai nagymamám az 21 éves korában TBC-s lett. Hát amikor meggyógyult, elmeszesedett a tüdejének a fele, akkor elhatározta, hogy ő nem csak pénteken fog böjtölni ezután, hanem szombaton is. És lehetett esküvő, vagy bármi a családban, de olyan észrevétlenül tartotta ezt a böjtöt, hogy ott volt a lakodalmakban is, meg mi, és senki nem vette észre, hogy ő például az unokájának a lakodalmában nem eszik. Tudta titkolni, és 93 éves koráig csinálta ezt, amíg élt.